estét kívánok! Szeretettel köszöntöm településünk minden megjelent lakóját a 6. Dányi Falunap rendezvénysorozatunk nyitó estéjén. Egy ilyen gyönyörű, felemelkedő szentmise után ilyen sok embert látni itt, ez nagyszerű érzés, hogy azért ennyien akarunk tenni a településünkért, a faluért, és felajánljuk ezt az estét, hogy meglátogassuk keresztől keresztig, mint ahogy az évek során tettük, és imádkozzunk hazánkért, településünkért, családjainkért. Ez a nyitó este, tartsanak velünk a hétvégét, töltsük együtt szentmisékkel, felemelkedve egy kis vigasságba, holnapi falunapokon, ami a új helyszínen az iskola udvarán lesz. Nézzük meg az újonnan felépített szabadtéri színpadunkat, érezzük jól magunkat, holnap egész nap a szórakozási, a vidámságé lesz gyerekprogramokkal, felnőtteknek programokkal. A vasárnapot szenteljük a zenekarnak, a fúvó zenekarunk 15 éves lesz. 4 zenekar jön településünkre, amint már a meghívóba is jeleztük. Legyünk ott minél többen, ünnepeljünk együtt a fúvó zenekarunkkal. A hétfő ismét az ünneplésé, a szentmisét a most kivételes alkalommal az újonnan fölépített szabadtéri színpadnál tartjuk. Praktikus okok miatt, hogy éjszaka nem tudunk kihurcolkodni a fúvószenekari fesztivál után a Szent Margit Parkba, de ezután is ugyanúgy minden augusztus 20-át ott fogunk tartani, ez egy kivételes alkalom. Aztán vegyenek részt az újonnan felújított polgármesteri hivatal megszentelésébe, megáldásába és az ünnepi képviselőtestületi ülésen, ahol díszpolgári címeket fogunk adományozni, és ezzel zárjuk a 6. falunapi rendezvénysorozatunkat. És akkor most hallgassuk meg az imákat, és akkor menjünk keresztől keresztig, imádkozzunk a településünkért, hazánkért, nemzetünkért. Ima a hazáért. A krisztusi eszme átöleli egész világot. Egész világra vet fényt a magas nap. De a világon első a haza, Isten akaratából születtünk magyarnak, ő akarja, hogy igaz fiai legyünk a hazának, hogy magunkénak érezzük múltját, sorsát, hivatását. Örüljünk nagyságának, nekünk is fájjanak sebei, megpróbáltatásai. Ő akarja, hogy szeressünk, éljünk, küzdjünk és dolgozzunk érte, az Úr Jézus példája szerint, aki Jeruzsálembe való bevonulásakor könnyeket ontott romlásba siető nemzetéért. Hazánk múltja nemes és szent felelősséget ró ránk. Egyházunk tette nemzetté a honfoglaló magyarságot, szent királyaink, apostolaink, papjaink tették kulturállammá országunkat, és történelmünk a tanúrá, hogy a magyar katolikusok mindig előjártak, amikor munkát, vért, életet kellett adni a hazáért. Az Árpádok, Nagy Lajos, Hunyadi, Zrínyi, Rákóczi, Széchenyi és Deák örökösei vagyunk, nem szabad eltékozolnunk ezt a szent örökségünket. A hazát szeretni annyit jelent, mint lelkiismeretesen teljesíteni a kötelességeinket, egész lélekkel betölteni a hivatásunkat, példát adni és példával terjeszteni a föltétlen igaz lelkűséget, a megvesztegethetetlen becsületességet és az önfeláldozó áldozatkészséget. Minden, ami igazságért, becsületességért és az áldozatosságért van, az a hazáért van. Az egyes ember élete csak jellemen épülhet, a hazát csak jellemek tarthatják fönn. Ne büntess minket, Urunk, Istenünk, bűneink szerint és gonoszságaink miatt meg ne vonj tőlünk szent lelkedet, hanem a te végtelen jóvoltod szerint vezess minket az igazságra, és oltalmazd meg minden veszedelemtől, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Hosszan nem szeretném mondani a bevezetőt, inkább Kozma Imre atya gondolatait szeretném egy pár sorban tovább fűzni, ugyanis azt mondta a Szent Mise keretében, a prédikációban, hogy
Ha nem hozunk áldozatot egymásért, akkor tulajdonképpen nincs közünk egymáshoz, hanem elmegyünk egymás mellett. És ha ezt tovább fűzöm, akkor a legnagyobb áldozatot maga Jézus Krisztus hozta nekünk, és közel 2000 esztendeje ez a kereszt áll a világon. Ezt ne felejtsük el. 2000 éve áll a világon. Ő hozta a legnagyobb áldozatot. Napi munkánkban, nehézségeinkben ezt kell szem előtt tartanunk, és ha megállunk egy-egy kereszt mellett, ezt az ajándékot kell nekünk felismerni, akár a Kálváriánál, akár csak magánál, a feszületnél vagy a keresztnél. Ez kell, hogy erőt és bátorságot adjon mások szolgálatára és a becsületes életre. Hiszen Jézus mindenkiért meghalt, és ez a kereszt, ez 2000 év óta áll. Ezt ma este tegyük a szemünk elé, és ezzel a gondolattal induljunk, hogy mekkora áldozatot hozott. És ez a jelkép, ez megmarad, amíg a világ világ. Ezekkel a rövid gondolatokkal kezdjük meg a ma estét, amelynek csodálatos nyitánya volt az esti szentmise, és a közös imában a hála mellé tegyük oda egyéni gondolatainkat, problémáinkat is. És egy-egy kereszt állomásánál ezekből valamennyit tegyünk le. És így, amikor visszaérünk a templomhoz, egy picit megkönnyebbülve leszünk, és így tudjuk majd hálával lezárni ezt az estét. Kezdésnek énekeljük el közösen, magasan áll a Golgota ormán. Magasan áll a Golgota ormán, a Szent kereszten hagyatott árván. Csak egy angyal zokogott magával, elmerülve szíve fájdalmában. Ó, lehettem volna, mint az ápor, a könnyem úgy folyna, minden cseppvéret százszor megcsókolnék, s nem mennék el soha többé onnét. Ó, ha akkor ott lehettem volna, mint az ápor, a könnyem úgy folyna, minden cseppvéret százszor megcsókolnék, s nem mennék el soha többé onnék. Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk ellenünk vétkezőknek, és ne légy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké, amen. Üdvözlék Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott meg a asszonyok között, és áldott a te néhednek gyümölcse Jézus. Szűz Mária, Istennek szent anyja,
imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában. Most segíts meg, Mária! Ó, irgalmas szűzanya, keservé tabúnak bajnak, eloszlatni van hatalmat, holnál embernek segíthet, a te előnök meg. Jel neked nekül, Mária, nem te soha ne tettek meg, hol a szükség kényelmet. Angyaloknak király díja, tiszta szűz, kérjed a te szent fiadat, érettünk, ékes virágszál, hozzád esdeklünk, szép Szűz Mária, könyörög értünk, rózsafűzér királynia, tiszta szűz, kérjed a te szent fiadat, kértél, Uram, csak veled mondhatom, múljék el tőlünk-e keserű pohár. Atyám, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, fent, úgy a földön is lent.
s ha így lész a Kárpátok bérce alatt, én így köszöntelek szépen a kék ég alatt. Dicsértessék a Jézus Krisztus, a te neved, mindörökkön örökké, Mária országa, földnek ékessége, népek jó reménysége, tégy jót az emberi lélekkel, népek kezét tedd egymás kezébe, s legyen vége, legyen béke, harcok vége, végre béke, béke már. Ó ember, ébren lérben álmodj hát, áldó kéz kegyelmet, Isten égi hazát. Nyírjon meg a szív, s lásd csodát, tiszta kezeket, szabad szép szemeket, hazát a hadak útján. Mit fény megszentelt, szeretet átölelt, Istenhez nagy lélekkel felemelt. Ámen. Bíbor piros, szép rózsa, nyílik a Golgotán. Ott áll a fájdalmas szűz, elhagyatott árán. Nézi, hogy szent fia, szenved a keresztfán. Szenved a keresztfán, ó, el ne hagyd, légy velem, fájdalmas szűz anyám. Asszonyunk szűz Mária, Mária Jézus anyja, imádkozz értünk, mert mi vétkezünk, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment. Mária, aki fiaddal együtt végigjártad a keresztutat, anyai szívedben gyötrődtél a fájdalomtól, de nem feledted beleegyező szabadat, és mélységesen bíztál abban, hogy akinél semmi sem lehetetlen, be fogja teljesíteni ígéreteit. Est ki számunkra és jövendő nemzedékek emberei számára a kegyelmet, hogy rámerjünk hagyatkozni Isten szeretetére.
Segíts, hogy a szenvedésben, a megvetésben, a próbatételekben, még ha sokáig tartanak, és kemények is, soha ne kételkedjünk az ő szeretetében. Jézusnak, a te fiadnak tisztelet és dicsőség mindörökkön öröki. Amen. Szűz anyám, mert hiéd akarok lenni, a te tiszta Mária gyermeked. Jaj, de lelkem nem tud felrepülni, bűnök súlya fölt összegezett. Jó anyácskám, nyer nekem kegyet, hogy lassan minden bűnömet. Szűz anyám, tied akarok lenni, segíts meg, hogy a tied legyek. Szűz anyám, hozzád akarok menni, hogy az égben ott legyek veled. Jól tudom bár, hogy oda kerülni, szenvedések nélkül nem lehet. Jó anyácskám, nyer nekem kegyet, hogy szenvedjek Jézusos veled. Szűz anyám, hozzád akarok menni, a te vadhoz mennyben lermeked. Jó anyácskám, nyer nekem kegyet, hogy szenvedjek Jézusos veled. Szűz anyám, hozzád akarok menni, vedd magadhoz mennyben gyermeked. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott. Asszonyok szűzünk, Mária, Jézus anya, imádkozz értünk, mert mi létezünk, most is halálunk óráján, amen. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, ki reményünket erősítse. Asszonyunk, Mária, Jézus anyja, imádkozz értünk, mert mi vétkezünk, most és halálunk óráján.
Ó, hazánk szent őrangyala, tiéd a kiváltság, hogy megvéd reménységünk szeretett hölgyét. Hozzád fordulunk, szent angyalunk, Isten igazságosságának, szépségének hatalmas követe. Vezess elhatározásainkban, őrködj céljaink felett. Tisztíts meg kívánságainkat, hozd el népünknek Isten irgalmas szeretetét. Ments meg minket Isten igazságosságának, szent angyala, múltunk tévedéseitől. Tedd nemessé népünket Isten akaratának igazságával. Tedd erőssé népünket Isten akaratának bölcsességével. Árazd népünkre Isten akaratának áldását. Árazd ki Isten lelkének jóságát földjeinkre és folyóinkra. Árazd ki Isten szentségének jótéteményeit a szelek által fáinkra, virágainkra és mezőinkre. Áld meg állatainkat, halainkat és madarainkat. Vedd hatalmas szárnyadra népünket, és vigyél minket mindörökre Isten irgalmas szívébe. Amen. Egy pár másodpercre csendesedjünk el, és gondoljunk azokra, akik a szakrális helyben, a temetőben nyugszanak, akik előttünk távoztak el az élők sorából, és a béke álmát valusszák. Uram, irgalmazz nekünk. Krisztus, kegyelmezz nekünk. Uram, irgalmazz nekünk. Krisztus, hallgass minket. Krisztus, hallgass meg minket. Mennyei Atya Isten, megváltó Fiú Isten, Szentlélek Úr Isten, Szent Háromság Egy Isten, mennyekbe felvett szűzanya, könyörög érettünk. Mária édesanyánk, bűnösök menedéke, szomorúak vigasztalója, Szent Mihály főangyal, Szent József, Istennek minden szentjei, minden gonosztól ments meg Uram őket, a tisztítóhely szenvedéseitől ments meg Uram őket, kereszted és kínszenvedésed által, életed odaadása által, értünk ontott szent véred által, a holtakhoz való alászállásod által, dicsőséges feltámadásod által, csodálatos mennybe meneteled által. Mi bűnösök, kérünk téged, hallgass meg minket, hogy a megholtak tisztulásának idejét kegyelmesen megrövidítsd, hogy őket szent angyalaid által vigasztald, hogy őket a szomorúságból az örömre, a sötétségből a szentek világosságába átvezest, hogy szent színed látásában őket mielőbb részesítsd, hogy elhunyt rokonainkat és jótevőinket az örök világosságba fogadd. Hogy akikről senki sem emlékezik meg, a tisztítóhely kínjaiból kiszabadítsd. Hogy minket megvigasztalj. Hogy minket bűneink megbántására indíts. Megbánására indíts. Kérünk téged, hallgass meg, hogy minket az irgalmadba való kétkedéstől megőrizz. Kérünk téged, hallgass meg minket, hogy második eljöveteled napján egész néped Atyád országába összegyűjtsd. Kérünk téged, hallgass meg minket, Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, kegyelmezz nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, hallgass meg minket. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit. Irgalmazz nekünk.
imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja, hogy méltók lehessünk a Krisztusi életeire. Könyörögjünk, Istenünk, Te híveid dicsősége és szentjeid örök élete vagy. Szent fiad megváltó halálának és feltámadásának kegyelméből add meg elhunyt szeretteinknek, hogy amiként feltámadásunk hit titkát megvallották, az örök boldogság örömeibe is eljussanak Krisztus, ami Urunk által. Amen. Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik, és az örök világosság fényeskedjen nekik. Nyugodjanak békességben. Amen. Ments meg engem, Uram, az örök haláltól, hamar rettenetes napon minden bajtól, midőn az ég és föld meg fognak indulni, eljössz a világot lángokban ítélni. Örök nyugodalmat adj, ó Uram, nekik, örök világosság fényeskedjék nekik, hogy a szent tronod körül ő udvarolhasson, s téged boldogított örökké áthasson. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged, mert szeretnéd ezt a tárgyban megváltod a világot. Zörgessünk, és megnyílik az ajtó. Urunk, Istenünk! Világunk tele van gyűlölettel, előítélettel, egymás elutasításával.
add, hogy nyitottak lehessünk minden emberi nyomorúság, elesettség, fájdalom, seb orvoslására. Nyisd meg szemünket, hogy meglássuk embertársainkat, akik ugyanazon az úton járnak, s akikkel az úton találkozunk. Veszélyek fenyegetnek, kiszolgáltatottak vagyunk, segítségre szorulunk magunk is. Jézus nem megy el mellettünk, hanem sebeinket bekötözi, és fölemel minket. Add, hogy mi is hasonlóképpen cselekedhessünk. Istenünk, ismert szükségeinket, tudod bajainkat, legyen szent a te neved az egész világon. Jézus Krisztusban békességet hoztál az egész világra. Add, hogy mindig azt kérjük, amivel teljesíthetjük a te szent akaradodat. Bíztatsz minket. Zörgessünk, és megnyílik az ajtó. Ámen. Nyújts ki mennyből, ó Szent Anya, kezeden, meg ne utáld ínségében, néveden. Mária, Mária, Mária szűzanya, Mária, Mária, Mária szűzanya. Üdvözlégy, áldott légy, Szűz Mária, mennyország koronás királynéja. A fiú Isten felment a mennybe, az atya koronát tett fejedre. Üdvözlégy, áldott légy, Szűz Mária, mennyország koronás királynéja. A hit malaszt tündöklő csillaga, Szűz homlokod egy gyémánt koronája. Üdvözlégy, áldott légy, Szűz Mária, mennyország koronás királynéja. Te a legboldogabb anya lettél, a mennyben testestől felvetettél. Üdvözlégy, áldott légy, Szűz Mária, mennyország koronás királynéja. Üdvözlégy, áldott légy, Szűz Mária, mennyország koronás királynéja. Jézus Krisztus, Urunk és Szabadítónk, Te azt ígérted, hogy mindenkor velünk lakozol. Te valóban meghívtál minden keresztényt, hogy közeledjen hozzád, és részesüljön testedből és véredből. De bűneink megosztottak minket,
és már nincs elég erőnk, hogy együtt részesülhessünk oltári szentségedből. Megvalljuk, hogy ez a mi bűnünk. Kérünk téged, hogy bocsáss meg és segíts, hogy akaratod szerint szolgáljuk a kiengesztelődést. Gyújtsd lángra szívünket a Szentlélek tüzével. Add meg nekünk a bölcsesség és a hit lelkét, a bátorság és a türelem lelkét, az alázat és az álhatatosság lelkét, a boldogságos Isten szülő és minden szent imája által. Amen. Ó, áldott szűz anya, mennyei szép rózsa, boldog mennyországnak, drága gyöngyvirága, bűnösöknek kegyes szószólója, vigyázz reánk, édesanyánk, angyaloknak, királyné asszonya, angyaloknak, királyné asszonya, vigyázz reánk, édesanyánk, angyaloknak, királyné asszonya, angyaloknak, királyné asszonya. Szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, hogy eljöttek velünk, és végig imádkozták velünk az estét. Különösen megköszönném a testvértelepülések képviselőinek, Luka nénjeieknek és a Gyergyó Csoma falviaknak, hogy fontosnak tartották, hogy együtt imádkozzanak velünk a falunkért és az egész hazánkért. Befejezésül Tomi mondana még egy pár szót, és én elköszönnék, nyugodalmas jó éjszakát kívánok mindenkinek, és bízom abban, hogy a további 3 napot is velük töltik, amihez nagyon jó szórakozást kívánunk majd. Szeretném még egyszer megemlíteni azt, és bízom benne, hogy útközben, ha nem is mindenkinél, de legalább valamelyikünknél eszünkbe jutott az a gondolat, ami induláskor volt, hogy egy-egy állomásnál leteszünk egy-két gondot, vagy oda tesszük az örömünket, bánatunkat. Ez kiki a saját élethelyzetéből adódóan tette, vagy teszi, akár itt az utolsó keresztnél is. És abban is bízom, hogy ez nem egy nyári séta volt így kellemes időben, hanem egy földi zarándoklásunknak egy piciny diónyi szakasza, amit együtt jártunk végig. Ez is valahol áldozat, hozatal egymásért, vagy azokért, akik esetleg nem tartották ezt olyan fontosnak, vagy egyáltalán nem érdekli a közösség semmilyen formában. Még egyszer én is szeretném megköszönni, és záró énekként pedig az Isten hazánkért éneket szeretném közösen, hogy elénekeljük, és ezzel zárnánk az estét az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Isten hazánkért térdelünk el.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Minden.